Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az Életforrást, a Szombathelyi Egyházmegye magazin műsorát látják. Nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a következő fél órában. Iskolaválasztás előtt. Az egyházi intézmények is várják a leendő általános és középiskolás diákokat. Adásunkban néhány intézményt ajánlunk figyelmükbe, bemutatva a képzési sokszínűséget, a pedagógiai módszereket, az Isten és a gyermekek iránti elkötelezett munkát. Kiadvány Szent Mártonról. A jubileumi évre való felkészülés jegyében Szent Márton életét feldolgozó regény jelent meg. Az év első hónapja is sok családban az iskolákkal való ismerkedéssel telik. Az egyházmegyei intézmények is várják ősztől a kisdiákokat. A következő percekben három iskolával ismerkedhetnek meg. A Brenner János Általános Iskola 2008. szeptember 1-től a Püspöki Általános Iskola jogutódjaként több célú intézményként működik. Az iskola elődjét 4 évfolyamos elemiként Szabó Imre szombathelyi püspök alapította 1872-ben fiúk számára. Az egyházi iskolák 1948. évi államosítása után a Hollán Ernő utcai épületben különféle intézmények működtek. A rendszerváltással ismét zsibongó gyermeksereg költözhetett az ódon falak közé. Dr. Konkoly István megyés püspök 1992-ben újraindította a nevelő-oktató munkát az államtól visszakapott épületben, immár nem csak fiúk, hanem lányok részére is. 1996-tól tovább bővült az iskola, a Petőfi Sándor utcai patinás épületet felső tagozatosok népesítették be. Az intézmény jelenlegi fenntartója 2006. augusztusától dr. Veres András, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke. A Brenner János Általános Iskola 8 évfolyamos katolikus szellemiségű intézmény. Nevelési elveinek alapja a keresztény vallási és erkölcsi értékek tisztelete. Az oktató-nevelő munka az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott 5 kulcsterületre. Vallás, tudomány, erkölcs, kultúra, közösség épül. Célkitűzései közt központi helyet foglal el az érték- és személyiségközpontú nevelés, a tanulók életkori sajátosságaira építő készségfejlesztés, tehetséggondozás. Iskolánkban arra törekszünk, hogy nevelésünket a hit, tudás, emberség egysége jellemezze. A hit adja az erőt, a kitartást és a szeretetet. A tudás átadása során úgy segítjük diákjainkat, hogy képességeik szerint a lehető legmagasabbra jussanak. Fontos, hogy ezt emberséggel tegyük. Úgy, hogy a tanulók ezt érezzék, átérezzék, magukévá tegyék, és aztán majd ők is emberséggel, óvó szeretettel forduljanak környezetük felé. Iskolánkban az oktató-nevelő munka mellett nagy gondot fordítunk a gyermekek erkölcsi nevelésére, lelki fejlődésére. Ma egy értékvesztett világban élünk, amikor minden viszonylagos. Az emberek válogatnak a hit igazságok között, a maguk felfogása szerint gyártanak vallást, erkölcsi rendszert. Mécs László megállapítása nagyon időszerű. Ha a mérték tönkrement, senki semmi meg nem ment. Ezért szeretnénk olyan igazi örök értékekkel megismertetni a diákokat, amelyre, mint biztos szikla alapra építhetik jövőjüket, boldogulásukat. A rendszeres hitoktatás, az imádságos együttlétek, a Szentírás közös olvasása, a közös liturgikus ünnepek, amelyre a szülőket is hívjuk, nagy mértékben szolgálják, segítik a diákok lelki formálódását. Elősegítik, hogy életük a lélek gyümölcseit teremjék, ezek pedig a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az alsó tagozaton nagy felmenő rendszerben folyik az oktatás. Minden tanulónak lehetősége van napközis ellátást igénybe venni osztályonként különböző csoportban az első, negyedik évfolyamon, valamint tanulószobát az 5., 8. évfolyamon. A felső tagozat szaktanári ellátottsága 100%-os. Az iskola jó tanulmányi átlaga, valamint a 8. osztályosok sikeres továbbtanulása a színvonalas oktatás eredménye. A végzős diákok 80-90%-a a gimnáziumban, illetve érettségi adó középiskolában folytatja tanulmányait. Lány, 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 lány.
Napjainkban elengedhetetlen, hogy a gyerekek idegen nyelveket beszéljenek magas színvonalon. Ez nem csak a továbbtanulásnak, hanem később az elhelyezkedésnek is egyik alapvető feltétele. Iskolánkban már az első évfolyamoktól két idegen nyelv közül választhatnak a diákok, az angol és a német közül. Az idegen nyelvvel csoportbontásban foglalkoznak. Ez biztosítja az ismeretek minél gyorsabb, ugyanakkor alaposabb elsajátítását. Az első-második évfolyamon heti egy, a harmadik évfolyamon heti kettő, a negyedik-nyolcadik évfolyamon heti három órában foglalkoznak az idegen nyelvvel a tanulók. Az ötödik évfolyamtól egy-egy csoportban emelt szinten heti öt órában folyik az angol és német nyelvoktatása. Intézményünkben lehetőség van a diákoknak arra is, hogy a 7.-8. évfolyamtól második idegen nyelvet is tanuljanak. Az eredményes idegen nyelv oktatást bizonyítja, hogy az elmúlt években több tanulónk is kiváló eredményeket ért el megyei és országos versenyeken. Az iskola színvonalas informatikai hálózattal, valamint internet hozzáféréssel rendelkezik. A 6.-8. évfolyamokon órarendi és szakköri, az 5. évfolyamon szakköri keretben történik a számítástechnika oktatása. A számítástechnikai ismeretek elsajátítását is a csoportbontásos módszer teszi hatékonyabbá. A 8. évfolyamos tanulóknak lehetőségük van ECDL vizsgaletételére, amelyre már a 7. évfolyamon megkezdődik a felkészítés. A gyerekeknek a tanórákon kívül is számos hasznos elfoglaltságot, időtöltést biztosít az iskola. Aki szívesen mozog a szabad idejében, az részt vehet néptánc foglalkozáson, ahol a gyerekek életkori sajátosságaiknak megfelelő lépéseket, mozdulatokat tanulhatnak. Aki szívesebben rajzol, készít különböző tárgyakat már most is, azt kézműves műhely várja, ahol érdekesebbnél érdekesebb dolgokat varázsolhatnak a diákok a szaktanárok segítségével. Emellett nagyon népszerű a gyerekek körében a kerámia szakkör, ahol akár a különböző ünnepkörökhöz kapcsolódó dísztárgyakat is készíthetnek. Akik a kézügyességük helyett inkább az elméjüket palléroznák tovább, őket várják a sakk foglalkozások. A logikai gondolkodás fejlesztésével a gyerekek probléma megoldó képessége is javul. Ezeken a foglalkozásokon való részvétel természetesen ingyenes a diákok számára. Az iskola alapítványa heti két órában tehetséggondozó szakkörök működését is biztosítja kis létszámú csoportokban, angol, német, matematika és anyanyelvtantárgyakban. Több éve működik az iskola irodalmi színpada. A magukban tehetséget és kedvet érző diákok előadásában megelevenedett például már városunk szülöttének, Szent Márton püspöknek az élete is. A színdarabot több alkalommal is nagy sikerrel mutatták be iskolánk diákjai. Az adventi idő egyik kedvelt néphagyománya a betlehemezés. Diákjaink decemberben ezt a népszokást elevenítik fel évről évre, amelyet a városban több helyen is bemutatnak, de felléptek többek között a szombathelyi televízióban is. Angyali ének mind a tiéd, nézd a sok pásztor, mind muzsikál. A mozgás elengedhetetlen a gyerekek egészséges fejlődése szempontjából. A sport nem csak a diákok testi, hanem a lelki, szellemi épülésében is meghatározó szerepet játszik. Az iskola tornatermében jó körülmények között megfelelő felszerelésekkel edzhetnek a gyerekek. Az iskola tanulói számára biztosítjuk a mindennapos testedzés lehetőségét. Az első négy év folyamon a heti három kötelező testnevelés óra, a másik két napon pedig játékos, lehetőség szerint szabad levegőn egészségfejlesztő testmozgás. Keretében. Az 5.-től a 8. évfolyamon a testnevelés órák, valamint az iskolai sportkör futball, kosárlabda és kézilabda sportágakban szervezett foglalkozásain heti 3x45 perc időkeretben. A magas szintű zenei műveltség elsajátítását a Bartók Béla Zeneiskola kihelyezett szolfézs oktatása biztosítja. Szintén helyben folynak a hangszeres órák furulya és hegedű tanárok irányításával tehetséges tanulóink számára, de akik trombitán játszanának, inkább számukra is biztosította megfelelő színvonalú oktatás. Iskolánk énekkara és kamarakórusa állandó szereplője az iskolai és egyházi rendezvényeknek, és szeretettel várják a jó hangú diákokat. Az oktató-nevelő munkát korszerűen felszerelt könyvtár, természettudományi szaktanterem és a szaktárgyakhoz kapcsolódó színvonalas szemléltetőeszközök segítik. Így válik lehetővé a tananyag jobb megértése, az ismeretek mélyebb elsajátítása.
Nagy öröm számunkra, hogy 2012-től intézményünkben elindult a 8-osztályos gimnáziumi képzés. Ennek a képzésnek legfontosabb sajátossága a tehetséggondozás, amelyre iskolánkban eddig is nagy figyelmet fordítottunk, hiszen diákjaink számos kiemelkedő versenyeredménnyel büszkélkedhetnek városi, megyei, országos versenyeken egyaránt. Fontosnak tartjuk, hogy ezt a tehetséggondozást egészen az érettségig biztosítsuk tanulóink számára. Nagy szeretettel várjuk a diákokat, nem csak a mi iskolánkból, hanem Szombathelyről, a város környékéről, sőt, kollégiumunk segítségével nagyobb távolságról is. Egy másik újdonság, hogy általános iskolánk 2013-tól vízilabda bázisiskola lett. Ezt a kedvelt sportágat az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület biztosítja az első osztályba érkező fiúk és lányok számára. A leendő első osztályosok részére jelentkezési lapok a Szombathelyi Plébánia hivatalokban és a Brenner János általános iskolában kérhetők.
A Szent László Katolikus Általános Iskola 1996-ban indult újra Sárváron, s működésével aktívan jelen van a város életében. 8 évfolyamos intézményünk fenntartója a Szombathelyi Egyházmegye. Nevelési elveink Jézus tanításain alapulnak, feladatunknak tekintjük egy emberibb, erkölcsösebb nemzedék kiművelését. A pedagógiai programunk kiemelten tartalmazza a tanulók személyiségének fejlesztését, egyéni képességei kibontakoztatását, és ugyanilyen fontosnak tartjuk a közösség formálását is. Az alsó tagozat 4 évében végig 2 tanító néni foglalkozik a gyerekekkel. Elsőtől 8. évfolyamig mindenki igénybe veheti a napközis, illetve tanulószobai ellátást. Első osztálytól szakkori keretben, 4. évfolyamtól pedig heti 3 órában, később a tehetségesebb diákok emelt szinten, akár heti 5 órában tanulnak angolt, illetve német nyelvet. 10 interaktív tábla is hozzájárul az eredményes oktatáshoz. Az informatikát már első osztálytól fogva tanítjuk diákjainknak. Fizika és kémia szaktantermünkben lehetőség van az elmélyült kísérletezésre. Ének és rajz órákon kreatív alkotó munka folyik. A mindennapos testnevelés órák fizikai állóképességünket alapozzák meg, míg a foci és szivacskézilabda csapataink különböző tornákon képviselik az iskolát. Jól tanuló, szorgalmas társaink alsó és felső tagozaton is tehetséggondozó foglalkozásokon vehetnek részt, melyeknek eredményeit a tanulmányi versenyeken és továbbtanuláskor kamatoztathatják. A lemaradó diákok számára korepetálást biztosítanak, valamint gyógy és fejlesztő pedagógus, illetve logopédus is foglalkozik velük. Szakköri kínálatunk sokszínű. Az iskolai könyvtár minden nap nyitva van, s várja az olvasókat. A 7.-8. osztályos tanulók táncoktató segítségével ismerkedhetnek meg a társastánc alapjaival, s tánctudásukat az évente megrendezett keresztény jótékonysági bálon mutatják be. Korszerű hang és világítás technikával ellátott színpadunkon évente több magas színvonalú előadást tartunk. Ebédlőnk, mely iskolánkban üzemel, családias formában biztosítja számunkra az étkezés lehetőségét. Nyáron emberhalász, őrségi kézműves és balatoni táborozások, iskolaidőben erdei iskola, kerékpártúra és tanulmányi kirándulások gazdagítanak maradandó élményekkel bennünket. A hittanoktatás a különböző felekezetű tanulók részére a délelőtti órarendbe illeszkedik. Szeretettel várjuk minden a keresztény értékeket tiszteletben tartó család gyermekét. Szeretném, ha sok új iskolatársam lenne. Kedves nézőink, tekintsék meg, hogy milyen programok várják Önöket a következő hetekben. Január 27-én folytatódik a Szent Márton Akadémia. Remetesség és szerzetesség a 4. században címmel tart előadást Lőrinc Zoltán művészettörténész. Január 31-én az Egyházmegye hitoktatóinak továbbképzésére kerül sor Szombathelyen a Brenner Kollégiumban. Hámori Antal főiskolai docens az élet kultúrájáról tart majd előadást. Szintén ezen a napon kerül sor az ifjúsági farsangi batyusbára Szombathelyen, a Martineum felnőttképző akadémián és egyházközségi bárra Jánosházán. Februárban is folytatódik Szent Márton erekjéjének egyházmegyei zarándoklata. Február 1-én Bagodon fogadják a Szent erekjéjét. Február 4-én leendő első osztályosokat és szüleiket várják a Brenner iskolába Szombathelyen. Miközben az intézmény tanítói a kis óvodásokkal foglalkoznak, addig a szülők a nevelő-oktató munkába kaphatnak bepillantást. Hasonló foglalkozásokat, előadásokat tartanak február 11-től az Zalaegerszegi Mindszenti iskolában. Február 14-én keresztény jótékonysági bált rendeznek Sárváron. Mit üzen Szent Márton nekünk, magyaroknak? Erről hallhatnak a következő percekben.
Nekünk magyaroknak azért fontos Szent Márton tisztelete, mert amikor létrejön a Magyar Áram, Magyar Egyház, akkor egy olyan pannoni szentnek a pártfogását tudjuk kérni, aki itt született, hozzánk tartozik, és akinek az életéből is számtalan vonást át tudunk venni. Például említhetjük, hogy Márton, mint lovas katona, közel állt a magyar néphez. A Répcelaki templom számára készült egy sorozat, amely Márton tiszteletét mutatja be a Magyar Királyság életében, és azt mondhatjuk, hogy Szent István királyunk többször fohászkodik Szent Márton pártfogásáért, de ugyanúgy a Mogyoródi csata előtt Szent László megfogadja, hogyha győzelemre segíti őt Márton, akkor a tiszteletére egy templomot épített. Pozsonyban a király koronázó templomnak Szent Márton a titulusa, de ugyanúgy korábban Székesfehérváron a Szent Márton templom tornyából végezte el a király a 4 égtáj felé a kardvágást, hogy bárhol is jön az ellenség, Márton közbenjárásával, Márton segítségével megoltalmazza az országot. Szép az is, hogy amikor még nincsenek Árpádházi szentjeink, amikor nincsenek a magyar földnek még szent életű személyei, akkor is van egy olyan személy, akihez kötődünk, és akinek az élete, tevékenysége számtalan üzenettel szolgál számunkra. Legyen az a felebaráti szeretettere, legyen az a hithirdetés, vagy legyen az a szerzetesi élet. A Szent Márton jubileumi évre való felkészülés egyik állomása a Szent életéről kiadványok megjelentetése. Nemrég Szent Mártonról szóló ifjúsági regényt mutattak be Szombathelyen. Behallatszott a kaszárny udvaráról a testőrlovak patáinak dobogása és az altisztek hasogó baromszava. Lovagolni százszor jobb, mint fogalmazványokat irkálni, súgta Márton a pajtásának. Nos, ne bulog, hallatszott a tanítói pulpitus felől. Nem érzik a fogalmazás? Fú, nyögte Márton. Nem íratnék inkább a lovakról a csalvány helyett. Részlet is elhangzott Wilhelm Hünermann regényéből. Ez a 6. könyve a szerzőnek, ami hazánkban is megjelent. Szent Márton életét ismerhetik meg az olvasók a kötetből. Egyáltalán nem tudományos igényű könyv, hanem egy, hát a nyelvezetét tekinthetjük, sok párbeszéd van benne. Nem leírások, nem háttérgondolatok, hanem sok-sok párbeszéd és az eseményeknek a sodra. És ha valaki elkezdi olvasni ezt a könyvet, az eseményeknek a sodra viszi magával, és egyre inkább megismeri azt a szentet, akit 1700 év után ma is az egész világ tisztel és szeret. Érdemes kézbe venni, nekiállni, olvasni. Wilhelm Hünermann 1900-ban született, és 1975-ben halt meg. A német katolikus papnak mintegy 50 kötete jelent meg, és már több mint 3 millió példány fogyott belőlük. Aki elolvassa, majd látni fogja, hogy egy olyan élvezetes regényt tart a kezében, amely ritka Szent Mártonnal kapcsolatban, én magam nem is találkoztam eddig ilyennel, hiszen általában egy történelmi vagy egy életrajzszerű könyvet ismerünk Szent Mártonról. Ez viszont egy életregény, amely a mai emberhez közel álló nyelvezetben van, hiszen maga a szerző is csak 1975-ben halt meg, tehát a mai ember is úgy érezheti, hogy akár napjainkban is történhetnének ezek, még akkor is, hogyha nyilván a római korban játszódik maga a cselekmény, de érezni fogják az olvasók, hogy olyan életjelenetek jelennek meg Szent Mártonnal kapcsolatban, nyilván az író fantáziája szerint, amely napjainkban is bárkivel, bárhol megtörténhetne, és így azokat az evangéliumi erényeket, amelyeket Szent Márton gyerekkorától kezdve hősiesen gyakorolt, az láthatóvá teszi számunkra, hogy hogyan lehet ma evangéliumi életet élni. A magyarországi bemutatóra a Szent Márton jubileumi évhez kapcsolódóan került sor Szombathelyen a Szent Márton látogatóközpontban. A Szombathelyi Egyházmegyében több templom védőszentje Szent Márton. A következő percekben a Kemenes Szent Mártonit ismerhetik meg. Honfoglaláskori település nevét 1325-ben említi oklevél. Ősi templomát Szent Márton püspök tiszteletére szentelték fel. A mohácsi vész után török csapatok ide is eljutottak. A falut feldúlták, épületeit lerombolták.
A katolikusok által emelt templom a hitújítás korában az evangélikusoké lett, akik azt állították, hogy az mindig az ő tulajdonukban volt. A protestánsoktól 1681-ben került vissza a katolikusokhoz. A templom a temető mellett állt, boltívesen építették, tornyát kőből rakták és habarccsal erősítették meg. A hadak dúlása és az időjárás viszontagságai miatt sok kár érte. Az 1733-ban végzett egyházlátogatás alkalmával feljegyezték róla, olyan rossz állapotban van, hogy erősebb szél összedöntheti. Berendezése is hiányos volt, oltárt sem talált benne a vizitátor. Oltárképén Szent Márton túri püspök látható, amint a köpenyt megosztja a koldussal. A falu a templom védőszentjének nevét viseli. Kedves nézőink, Önök az Életforrást a Szombathelyi Egyházmegye magazin műsorát látták. Írásos és képes beszámolóinkat megtalálják az interneten a www.martinus.hu címen. Ne feledjék, hogy elindult már a Szent Márton jubileumi évre elkészült honlapunk is, látogassák meg ezt is. Találkozzunk egy hónap múlva, minden jót kívánok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!